Napot kívánok, hölgyeim és uraim! Mondják, ismernek fantasztikusabb dolgot a színháznál? Mert én nem. Január 29-én a Nemzeti Színházban megrendezésre került az Ádámok és Évák ünnepe. Idén Madács az ember tragédiája című művet kellett feldolgozni 15 színjátszó körnek, akik különböző iskolákból jöttek. És akkor innen indul a story time, ugyanis elég egyértelmű, de én is ott voltam pénteken a Nemzeti Színházba, és persze csütörtökön is. Csütörtökön volt a főpróba, pénteken pedig az előadás. És egyszerűen elmondhatatlanul hatalmas élmény a Nemzeti Színpadán állni. Igaz, én már másodjára álltam rajta, ugyanis tavaly is részt vettem ebbe az egészben. Tavaly a Bibliát kellett feldolgozni, idén pedig ugye egy színt kaptunk az ember tragédiájából. Mi voltunk a 9. szín, vagyis a Párizs, a párizsi szín, és szerintem nagyon ügyesek voltunk. Kicsit se vagyok elfogult, és én nagyon jól éreztem magam. A próbákon is, a csütörtöki főpróbán is, és hát az előadás az fantasztikus volt. Minden csapat kitett magáért, és a szokásomhoz híven az egészet megpróbáltam rögzíteni, és egy csomó fényképet csináltam meg, videókat, úgyhogy abból láthattok most egy kis összeállítást, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy milyen élmény is volt, bár ezt nem biztos, hogy át tudtam adni rendesen, főleg, hogy magáról az előadásról két felvétel készült, és mind a kettő elég bénácska, nem rossz, de majd meglátjátok. Induljon! Csütörtök van, és itt vagyunk a Nemzetinél, ugyanis ma van a technikai próba. Csavaró kezükből visszatéve trónjára az észt elég üldözötte. És hogyha mindjárt vérengzők vagyunk is, tekintsenek már szörnyet engyenát, csak a haza legyen nagy és szabad! Végeztünk a próbával, holnap pedig délre fogunk érkezni, és már csak az a dolgunk, hogy izguljunk és felkészüljünk holnapra. Ma van péntek, esik az eső és a busz 5 perc múlva jön. Úgyhogy megyünk a Nemzetibe, még lesz egy jó pár próbánk, hogy fogunk ebédelni, és utána előadás. Eddig csak a próbákat láthattátok, de most lépjünk be a kulisszák mögé. Az öltözőnk, van akasztó, meg szekrény, és ilyen nagyon-nagyon menő tükrök. Itt a darab sztárja,
nagyon menő kilátásunk van a művészetek palotájára. És van egy ilyen kis kanapénk is, meg még csapunk. Itt vagyok a ti körbe. Van egy zuhanyzónk is, ahol bent vannak négyen. Főpróba előtti utolsó készületek folynak. Úristen, csak nem Karagó! Úristen, most benne lesz egy csupac fenekem! Mert győzni fogtok! A nép győzhetetlen! 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 Nincs más kincse a népnek, mint a vér, melyet oly fatal nagy lehetősége áldoz a hazának. Tégy engemet helyébe, polgár, és letörlöm a gyalázatot. Dicséretes barátom önbizalmad, de biztosítást, hogy szabadnak állsz, harcok színhelyén szerez. Polgár! Még egyszer feltólítalak. Türelem! A cél el nem marad. Nem bízom bennem, látom. Hát tanul felőlem jobban vélekedni, polgár. Vigyétek el, baráti! Viszontlátásig a győzelem után. Ó, bár hozhatnám én is sorsodok. Halál! Halál az arisztokratákra! Gyerünk, gyerünk a börtönöregekbe! Legyünk törvény! A nép törvénye szent! Nem ott a vész! A retesz erős, a zárulás emelt bővel kacag, és töltélesít a konvent padja. Fel a konventre hát! Nincs még eléggé átválogatva. Anna, induljatok, mert nyugodtan mehetünk tovább. Addig szedd össze minden áruló nevét. Előgyertek itt! Itt lesz nagyon jó, mehetünk tovább. Mi nem jó. Íme itt hozunk ismét két ifjú arisztokratát. Jó. Ez a büszke arc, finom fehér ruha, világosan mutatja bűnüket. Mi nemes pár, jöjjetek fel, ifja. Mi megjelünk bajtársaink után, hol munka vár ránk, s vész az árulókra. Ez lesz az, Kamilla, majd még kuningoljuk egy kicsit. Nagyon jó tempóba vagyunk, gyerekek, hajrá! Szuper! Ce souvenir je du loin. Már megy az előadás, és azt mondják, hogy előadás alatt színész nem száll liftbe, úgyhogy lépcsőzünk. Most menjünk fel a hatodikra. Par les peines de charge et trois. Ez itt a színészek ebédlője. Már elkezdődött az előadás, most fönt vagyunk az ebédlőbe, a hatodikon. Ide járnak a híres színészek enni. Nagyon szép amúgy szerintem. És a mi színünk a 9., szóval majd csak a szünet után lépünk színpadra, és addig még van egy kis időnk, úgyhogy lazulunk. Ez most a várakozás az előadásra. Hogy érzed magad? Hát nagyon jól, köszönöm. Te már izgulsz? Aha. És te? Tőle nem kérdezek. Izgul már, uram? Igen, nagyon, nagyon izgulok. Nagyon? És miért izgul ennyire? Hát meg kell mondjam őszintén, hogy nagyon izgulok. Ja, hogy ezért csosszog ülve? Uram, kérem, nagyon izgulok. Nagyon izgulok. Két színben is játszik, úgy tudom. Hát az van, hogy a második szín az sokkal jobb. Te paraszt, te! Csíra. Annyira imádlak titeket. Meg a mód. Hazudik. Itt látszik, mi van a színpadon. Amúgy a középsúdi szereplői is föllépnek, pont előttünk, ők a 8. szín. Itt van Olivier, a rossz fiú, meg Bendel, meg ilyenek. Igen, ő nézi, én annyira nem. Én is megnéztem, de csak azért, mert kritizálni akarom. Egy kicsit. Amúgy végül is nem rajtuk múlik, hogy milyen a sorozat, mert nem olyan rossz színészek. Mi azért jobbak voltunk. Jó, talán egy icipicit elfogult vagyok, de... Tény, hogyha valamelyik őjükkel azon kéne vitatkoznunk, hogy melyikünk volt a jobb, akkor talán egyetértenénk abba, hogy legfeljebb a 4.-5. helyen vitatkozhatnánk, ugyanis az első három az biztosra megvan. Mint tudjátok, több iskolából jöttek az emberek, és van egy iskola, nevezzük nevén a Nemes Nagy Ágnes, ami egy dráma és tánc tagozatos szakközépiskola, és hát ők mindent vittek. Szóval, hogyha valaki tánc vagy színművész szeretne lenni, szerintem oda menjen. Tény, hogy ahogy elnéztem az előadásukat,
ők csak a tökéletessel vannak megelégedve, szóval valószínűleg a felvételi is olyan náluk, hogy rohadt nehéz bekerülni, de nagyon jók voltak. Ők nagyon jók voltak. És egyszerűen fantasztikus volt az egész. Előtte kicsit izgultam, a színpadra lépve már nem. A közönségre rá sem néztem, de nagyon jónak éreztem a csapatunkat, szerintem tökéletesen előadtuk, és rohadt jó volt, úgyhogy. Fantasztikus volt az egész. Annyira örültem, hogy ott lehettem, és részese lehettem valami nagynak, mert ez fantasztikus. Nem tudok rá mit mondani, nem tudom átadni azt az érzést, nem tudom elmondani, hogy a főpróbán hogy izgultunk, és hogy milyen fantasztikus volt, hogy találkozhattunk egy-két híres színésszel. Például a mi mentorunk volt Rubold Ödön, színművész úr, és egy nagyon, nagyon kedves ember, és fantasztikus volt vele együtt dolgozni. De viccesen hangozhatnak ezek a mondatok a számból, hisz csak gyerek vagyok, és nem is. És egy pillanatra elhihettem magamról, hogy színész vagyok, még ha nem is vagyok az, tény, mert színészi tehetségem nem biztos, hogy túl sok van, de hihettem arra az egy-két napra, hogy én színész vagyok, és a színpad mögött hallhattuk az ügyelő szavait a mikrofonból, a hívást, hogy menni kell a színpadra, és a világító csendtáblát, amiről sikerült egy rohadt jó fotót csinálnom, és abba az ebédlőbe, ahol a színészek is és a színházban dolgozók ebédelnek, és meglesni egy-két díszletet. Nem tudok rá mit mondani. Fantasztikus volt, fantasztikus élmény volt látni a hatalmas közönséget, és azt, hogy készül mindenki az előadására, és ennyi, kész. Én kiégtem. Sziasztok! Lájkoljatok és feliratkozzatok! És a logopédushoz be kéne iratkozzatok!